Tovább nőtt a hétvégi nyiprói rakétatámadás halálos áldozatainak száma. Mostanra 40 holttestet találtak, és 75-en megsérültek. A Kreml tagadja, hogy szándékosan civil célpontokat lőttek. Azt állítja, hogy ukrán légvédelmi rakéta miatt történt a tragédia. Bár a város polgármestere Boris Filatov szerint minimális annak az esélye, hogy túlélőket találnak, Volodymyr Zelenszkij azt mondta, amíg az életben maradásuknak egy kicsi esélye is van, tovább fogják keresni az eltűnt személyeket. Az államfő késő esti beszédében az orosz lakosságnak is üzent. Most azokhoz az oroszokhoz vagy orosz származásúakhoz szeretnék szólni, akik csak pár szóban sem voltak hajlandóak elítélni a terrort, annak ellenére, hogy látják és tudják, mi történik. A gyáva hallgatásuk és várakozásuk következtében egy nap ugyanezek a terroristák okozzák majd a vesztüket, mondta az elnök. Moszkva tagadja, hogy civil célpontokra lőtt. Állítása szerint a tragédia azután következett be, hogy az ukránok lelőtték a rakétájukat, ami aztán a lakóépületbe csapódott. Az ukrán elnöki tanácsadó Olekszij Aresztovics ugyanis egy YouTube műsorban elismerte, hogy lelőtték az orosz rakétát. A tanácsadót, akit Zelenszkij jobb kezének tartanak, többen kritizálták az állításáért, és később maga is szabadkozott a kijelentése miatt. Eközben a Kreml azt hangoztatta, hogy az Ukrajnába küldendő brit tankok égni fognak, és a nyugati fegyverszállítmányok nem fogják megváltoztatni a háború menetét. Nagy-Britannia a hétvégén jelentette be, hogy kész 14 darab Challenger 2 tankot szállítani Ukrajnának. Lengyelország pedig Németország jóváhagyására vár, hogy Leopard 2 harckocsikat adjon Kijevnek,